Ezek a tölgyfák kiválóak lennének tűzifának, azonban idén már nem használják fel őket. Befejeződött a Szociális Tűzifa Program a Nyíredő Zrt-nél. A két évvel ezelőtti 26.800 köbméter tüzelőnél jóval többet igényeltek az önkormányzatok 2017-ben. A belügyminisztérium forrásából ebben a programban az eddig megszokott 3 milliárd forint helyett 4 milliárdot lehetett szétosztani országos szinten. Ennek együtt a De szabolcs és Hajdubihar megyébe érkezett. Körülbelül 700 millió forintot meghaladó támogatás jutott, amiből a társaságunkat kb. 38 ezer köbméteres igényel tisztelték meg az önkormányzatok. Ez 187 önkormányzatot jelent, és ennek a programnak vágtunk neki, hiszen egy eddig soha nem tapasztalt mennyiségben szállítottunk tűzifát. A program végrehajtását nehezítette a kedvezőtlen időjárás. Az enyhe csapadékos idő miatt utak váltak járhatatlanná, ami nem segítette sem a kitermelést, sem a kiszállítást. Három gócpont volt a nyíredő működési területén. Fehérgyarmat, Baktalórendháza, Hajdubihar megyében pedig Debrecen vonzásköre. Ezekre a helyekre 8-9 ezer köbméter tűzifát igényeltek volna, de a területekhez tartozó erdészetek önmagukban nem tudták volna ezeket az igényeket kielégíteni. Különösen kritikus volt a fehér gyarmati működési területe. Ide a erdő, a nyírségből saját költségen 4000 köbméter fát szállított. Alapvetően mindenki akásztűzi fát kért volna, hiszen ez a, az alföldön ez a megszokott tüzelő, és ezt igényli a lakosság, de ennek a teljes mennyiségben akárca történő kiszolgálása nem tudtunk volna megfelelni, hiszen a termelési lehetőségek kötöttek, ezért különösen fehér gyalmaton, tűzifát, kőrist, tűzifát, akár még egyéb ilyen kísérő kemény lombos fafajokat is, vöröstölgyet, egyet is tudtunk adni. Az önkormányzatok lakásonként fél, egy köbméter tűzifát osztottak ki, ezzel akár egy teljes hónapig is lehetett fűteni ebben az enyhetélben. Egyes hírek szerint a következő program keretösszege akár meg is duplázódhat. Az ehhez tartozó szociális tűzifa mennyiség a nyíl erő lehetőségeit meghaladhatja, ezért elképzelhető, hogy az év második felében esedékes kitermelés során keletkezett hoállományt már ennek a programnak a sikeres végrehajtásához kell majd félretenni.